Köszönöm, kívánok! Ismét itt a hashtag Bocskor, eltelt egy hét, és folytatjuk tiszta erővel, tiszta erő bedobással. Bemutatom a vendégeinket. Ő sem volt még nálunk, itt van velünk Bombera Kriszta! Valkó Eszti! Gangsta Zoli! És Hajdú Steve! Annyit hivatkoztam erről a műsorról is, ez tényleg így van, hogy itt szinte ilyen új barátságok szövődnek, tehát az, hogy Steve és Zoli egymásra találtak, imádják egymást. Hát már régen, mi már azért régen, de régen. Most nagyon, de most nagyon igen. Összeszorosodott. Aztán valaki szerelmes lett Hargitai Beába, ilyen is azt volt. Vagy. Ja, bocs. Ma megnézzük, hogy Bombera Kriszta kivel fog, mármint, hogy szorosabban barátkozni. Aha. Uh-huh. De mondom, ezt nem akarom erőltetni. Örülök, hogy itt vagytok. Szerintem a Zolival. De mi voltunk egyszer együtt szülinapi ajándék, ketten. Ó, a Hajós András szülinapi ajándékai voltunk, te erre emlékszel? Te meg én a tegnapra sem emlékszem. Így érdemes veled szülinapi ajándéknak lenni. De ezt hogy kérdezik, ezt tortából kiugrottatok? Egyébként Hajósnak ez vágya volt? Azt sose tudtam meg, de nem mertem. Hajósnak ez vágya volt? Nem derült ki, hogy ő ránk vágyott. Ez a kellemetlen ajándék. Kösz. Nem úgy gondoltam. Te nem tudsz szeretetni magad a nőkkel, tehát azért figyelem, hogy... Célom. De ez kellemetlen tud lenni olyan értelemben, hogyha tényleg nem vagy vágy. Hogy voltunk egy tortában vagy hogy? Ugyanígy ültünk, képzeld el egy kanapén, amit én se találok adekvátnak. Na jó, de házi buli volt, szólt a zene, tehát kamerák nem voltak. De voltak. De ez egy adás a Hajdú Petinek volt egy műsora, névsor, azt hiszem ez volt, és azt hiszem, hogy ott névnapokat ünnepeltek talán, és akkor mindig meglepetés vendégként be lehetett vonulni Gázsiért. Na és akkor ugye az ember megjelent ott valakinek meglepetés vendégként, és az mindig láttad az arcát, hogy hú, basszus, azért nem rád számítottak. Ez nem az a műsor volt, és nem kaptunk Gázsit, bár lehet, hogy te kaptál. Hát nem, mondom, hogy nem emlékszem. Nem emlékszem. Tő nem megy ingyen. Én nem megy ingyen. De ha még egyszer elmegy, hogy nem emlékszik, akkor én nagyon szomorú leszek. Nem emlékszem. Én nem hiszem, hogy Kriszta, hogy ez rajta múlik, hanem egyszerűen a Zolinak tényleg a memóriája. Ilyen, mint a guppié. Tehát... Guppi, az a pici hal. Ja? Körbe megy, és addig emlékszik. De az Zolit hadd védjen meg, mert erre lehet, hogy nem emlékszik, hogy hol voltatok, vagy tegnap mi volt, viszont elérteszel egy szöveget, elolvassa, leteszi, és mindent ugyanúgy mond vissza. Az a Zoli anyukája. Nem, ja. Nem. A Zoli, nem. A Zoli is az. A Zoli anyukája én vagyok. Kezdjük egy szomorú évfordulóval, 17 év telt el, 2001. szeptember 11 óta, ugye ezen a napon az Al-Qaida terroristái egy összehangolt támadást intéztek az Egyesült Államok ellen. 4 utasszállító gépet térítettek el, 3 gép célba is ért, ha lehet így fogalmazni, egy-egy repülőgép csapódott a New York-i World Trade Center ikertornyaiba, egy a Pentagonba, megölve ezzel majdnem 3000 embert és több mint 6000-et megsebesítve. Én azt gondolom, hogy mindenképpen akkor is, hogyha ez egy vidám műsor, emlékezzünk meg erről, mert talán mindannyiunk emlékszik még arra a pillanatra, amikor tudomást szerzett erről a támadásról. Kriszta, te tudom, hogy New Yorkban voltál, de Zoli, te például emlékszel arra, hogy ezt... Erre emlékszem, véletlenül emlékszem. De te emlékszel, hol emlékszem, mert aznap forgattuk a Gerilla Funk című klipünket, ezt most komolyan mondom. Uh-huh. Megyünk, a Görögfalúval volt Balatonnál, nem tudom már Balatonfüleden. De nincs már az a Görögfalú, igen. Na, de azt így kineveztük dél-amerikai falunak, és ott forgattuk a klipet, megérkezik itt, és leállítottak a rendőrök, hogy hova megyünk. Kiittatták a csomagtartót, tele AK-47-esekkel. Aznap, amikor történt. Nincsenek valami köze hozzá. Ártatlanok vagyunk, és nem is voltunk ott. Tehát érted? Tehát hogy a balatoni görög faluban van-e közöd a New York-i terrortámadáshoz? Igen, tehát az olyan furcsa volt, hogy pont aznap történt ez a dolog, és igen. Mi megérkezünk két rakomány kalasnyikovval. Tehát azért az elég furcsa, nem? És akkor te, amikor a rendőr megállított, te tudtad, hogy történt a New York-i terrortámadás? Tudtam, igen, tudtam. Tehát tudtad, és ők tényleg éppen azt nézték, hogy van-e valami közöd ehhez.
Hát ezt nem kérdezték meg, de olyan nagyon furcsa volt. Olyan kellemetlen volt a beszélgetés. Még a rendőrökkel mindig. Bár ez is, ez se igaz. Nekem a feleségem abban az évben érkezett Magyarországra. Nem hasonlítom, hogy az is ilyen terrortámadás szintű dolog volt. De jött, és emlékszem, hogy akkor még nem beszélt jól magyarul, és egy angol nyelvű adó volt a CNN, és ő pont nézte, én elmentem az Almási térre egy szinkronba, és hívott föl telefonon, hogy úristen, ez történt, kapcsoljátok be a tévét. Norvégiában voltam a tesómnál, és egy bevásárlóközpontban voltunk pont abban a pillanatban, amikor ez a televíziókba került, és úgy kell elképzelni, hogy minden valami miatt tele volt képernyővel ez a bevásárlóközpont, és azt hittem, hogy valami akciófilm megy, vagy valami, tudod, hogy lerombolják. Tehát, hogy így nekem ez nem jutott el akkor abban a pillanatban, csak amikor már feliratozták, hogy mi történt. Én is akkor láttam a képsorokat, én azt hiszem a TV2-nél voltam vendég valamilyen quiz showban, nem is emlékszem, hogy, és még vártunk arra, hogy a stúdióba bemenjünk, ott talán több celebritás váltotta egymást, és kint ment egy tévé. Uh-huh. És ott is azt hiszem, hogy a CNN ment, és komolyan mondom, én nem hittem el, hogy ez igaz. Hogy ez igazi, tehát ez ilyen akciófilmekben látsz, ilyen. Óriási robbanásokkal, pusztítással. Hát nagyon jól meg volt csinálva. Komolyan mondom, hogy így billegett az elmém, hogy ez most valós, vagy mégiscsak valami kamu. Képzeld el, nekem elég igazi volt. A lelkembe az volt, hogy háború lesz, és mint magyar ember szorongtam, hogy mi lesz, ha háború. A szüleimtől még emlékszem történetekre, hogy mi van, ha háború van. És mellettem ül a feleségem, aki angol, és nézi, és mondom neki, hogy de figyelj, most mi lesz, ha háború lesz. Uh-huh. A feleségem, mint angol, csak ennyit mondott, hát mi lenne, úgyis mi nyerünk. Jó, de furcsa volt. Konkrétan furcsa ott volt. Azért más volt, amikor fölhív a férjem, már elkezdtem forgatni, mentem Brooklynból Manhattanbe, mindenki jött kifelé, és akik vért adni mentek, meg a rendőrök, tűzoltók és az újságírók mentek befele, így a tömegbe, tudod, itt szembe, mint amikor hogy hívják azt a halat, lazac, amelyik itt szembe próbál úszni. És fölhívott a férjem, hogy jöjjek haza, mert biológiai fegyver van a levegőben, és meg fogunk halni, mert a levegőben is. Mert erre a porra azt hitték ezt akkor? Ezt is mondta a rádió, tudod, akkor mindenki teljesen hiszterikus. De akkor te Brooklynban tartózkodtál, láttál Brooklynból valamit ebből? Tehát láttad be az ikertornyokat? Igen. De te riportot adtál, én emlékszem rá. Konkrétan összedőltek a torn? Nem, akkor olyan tömegben gyalogoltam, hogy akkor még nem, tehát én már csak a pornak voltam a része. Én mentem éppen egy állásinterjúra az ABC televízióhoz, és fölhívtak, hogy elmarad az állásinterjú, mert egy picit elfoglaltak. És akkor kérdeztem, hogy miért elfoglaltak, és mondták, hogy ha én újságíró vagyok, akkor ugyanazért, amiért ők. És ezért ki vagyunk. Így alakult. Ugyanakkor meg valahogy hirtelen, úgy tudom, nem is voltál státuszban televíziónál, de hirtelen tudósítóvá váltál. Hát visszahelyeztek azonnal a TV2-be. Na így kell állásrezni könnyen, látod? Az ABC-nél elrontani. Jól csináltad. Hadd kérdezzem meg tőletek, 17 év eltelt, a sebek nem gyógyulnak, természetesen még ott van a Grand Zero, úgy áll, próbálnak kitalálni, hogy mi legyen ott, de rengeteg interneten fölbukkant álhír szerintem, összeesküvés elmélet van a dologban. Hogy ti mit gondoltok erről? Én mindig veszekedek egy barátommal, aki neked a tornatanárod volt, Ő mindig azt mondja, hogy és ez történhetett, az történhetett, és az olyan meggyőződésű emberek is, mint én, néha csodálattal hallgatom, hogy mi van, hogyha mégis valami olyan konspiráció történt. Nem fogod elhinni, de én tényleg ott voltam, és ezzel együtt megnézem ezeket a YouTube videókat, és magam is elbizonytalanodom ezeken a sztorikon. Ezek az összeesküvés elméletet tartalmazó, de más sztoriba. Igen, más sztorit magyarán. De hogy állítólag, hogy én olyan sztorit is hallottam, hogy egy csomóan tudtak erről már, és hogy rengetegen be sem mentek dolgozni. Hogy alá volt-e bombázva, igen. Vagy a kormány csinálta, hogy biztosítási igen. Csalás volt-e. Meg ugye a Pentagonnál egy utasszállító gép, hogy tud olyan alacsonyan repülni. Ami megrázó volt, képzeljétek el, ismertem a CNN-nél azt a srácot, aki az Osama Bin Ladennel az utolsó TV-interjút csinálta a CNN-nek. Ilyen nagyon különleges körülmények között, Afganisztánban csukját húztak a fejére, hátra kötötték a kezét. Ez egy CNN külpolitikai újságíró volt, elvitték egy undisclosed locationre, ugye egy olyan helyre, amit ő nem tudhatott, hogy hol fogják kirakni, az operatőrrel együtt, és ott ült előtte az Osama Bin Laden, és ő erről csinált, ez jóval, hónapokkal, vagy talán egy évvel a terrortámadás előtt volt, egy órás dokumentumfilmet a CNN-nek arról, hogy tisztelt amerikai közönség,
közösség. Nekünk nagyon komoly terrortámadási terveink vannak önökkel szemben, és ezt a közeljövőben végre fogjuk hajtani. Nem beszélt a levegőbe. Nem beszélt a levegőbe, bejelentette, a srác megcsinálta az interjút, leadta, és senki nem foglalkozott vele. Ne felejtsük el, hogy ennek aztán milyen következményei lettek. Tehát ránk nézve, és ha belegondolunk, és szerintem én abszolút szívesen vállalom a reptéri átvilágításoktól kezdve a biztonsági intézkedések igen. Európában, de ne felejtsük el ugye az afganisztáni háborút, az iraki háborút, a diktátorok kivégzését, az arab tavaszt, amelynek következményeképp most gyakorlatilag főleg Európa ki van téve, hogy az iszlám állam által és mások által terrorfenyegetettségnek. Tehát ez mind ebből következett. De hát javíts ki, hogyha nem így látod. Én csak le vagyok nyűgözve, hogy te milyen tájékozott fiú vagy. Ez betanulta. De jó, most gyakoroltam. Most reggel tájékozott. Azért mondom, biztos voltam benne, hogy ez nem ez egy vidám téma, de itt egy másik vidám régi katasztrófa, a Wizz Air. A Wizz Air. Tehát, hogy egymást érik ugye a fapados járatokkal kapcsolatos botrányok, tele van az internet. Utasok panaszával, az újságok otthagyott utasokkal, csomagokkal, sztrájkokkal foglalkoztak. A szokásos sztrájkokon kívül a hét híre most az, hogy a Wizz Air dubai járata egyszerűen otthagyott néhány csomagot megint, mert hogy többet kellett tankolni az időjárás miatt. És mindezt az utasok csak a leszállás után tudták meg, akkor volt mondjuk bátorsága a pilóta, a kapitánynak közölni az utasok, hogy egyébként a csomagjaitokat otthagytuk Dubajban. Ha választanod kell, hogy most elfogy a levegőbe az üzemanyag, a kerozin, vagy tele van bőrön, de tehát inkább azt választom, hogy párat hagyjatok. Jó, de ez mindig jobban jártak, mint hogyha az utasokat hagyják ott. Hát olyan nem, is volt de... egyébként, hogy inkább elviszük. Nem, tényleg volt ilyen hasonló, azt hiszem a Ryanair-nél, amikor az utasokkal közölték, hogy most vagy leszálltok, ha igen, a csomagjaitokhoz ragaszkodtok, vagy visszük a csomagokat, vagy benneteket. Gyerekek, de nem mi vagyunk a hibások, ez a mi saját hibánk. A légitársaságok azt mondják, 6000 forintért elviszünk Münchenbe, vagy Dubájba 10000-ért. Akkor azt kell vállalni, hogy gyerek. Hát a 10 000, hogyha ilyen pillanat. Kevés, tudod mennyi, mondjuk a Dubaj-Budapest út a Emirates-nél a 150 000 forint. Igen. Én azt gondolom, de én sem vagyok szakértő, hogy ezeket a repülőgépeket úgy tervezik, hogyha van rajta 180 ülés, igen. akkor 180-szor annyi csomag fel kell, hogy férjen súlyilag, ami mondjuk 23 kilóban van limitálva, hát felkér, azt el kell tudnia vinni, az repülőgépnek van egy hatótávja, és van egy üzemanyag fogyasztása. Igen. Ezt kell maximalizálva tudnia a repülőgépnek. Nem tehát... igaz, ez azért nem igaz, mert ez igaz. Ezek a fapados járatok nagyon sokan már ezzel ingáznak. Tehát, hogyha 180 ember van, nem biztos, hogy mindenki visz nagy podgyászt magával. De ezzel kell számolni, a repülőgép arra van legyártva, hogy 180 utas, 180-szor minimum 23 kiló. De életszerűben azzal neki van igaza, számolnia, kevesebb hogy utassa, kevesebb utasson el valahova engem. És azzal kell számolni, ahol minden, akkor mindenhol spórolnia kell. De most hogy spórol? Már elnézést, el kell tankolni egy gépet. Hogy a 180 emberből 90-en csak kézipodgyászt visznek föl 5 kilóval. Ami itt szokott lenni valóban, ez fölolcsó a jegy, hogy alul kalibrálják az egész cuccot, és amikor végül annyi van, mint amit te mondasz, és amiért máshol 150 000 forint én meg hallottam olyat, hogy ezek a fapadosok nagyon-nagyon nagy részben egyébként kargó, tehát más csomagokat is szállítanak, amelyek ugye nem az utasokhoz tartoznak. És az egy fizetett történet, tehát akkor, hogyha éppen tele kell tankolni a gépet az időjárás miatt, akkor inkább az utasok csomagjait dobálják ki. Jó, de ezért 6000 a jegy? De igen. Gyerekek, de mocskosak igen. közben, hát nem hagynak pihenni, folyamatosan, mint a Call TV, hogy most vegyél, nagyon finom parfümünk van, hát pihenni, kettőt veszel. Ezt egy ilyen székben? De komolyan, nem vagy. Jó, most kipróbáltam, hogy most az egy kicsit lepihenek. Utolsó pillanatban csekkoltam, mondom, megpróbálom, hogy akkor jó helyet kapok-e, sikerült az utolsó sorban a WC-m. Jó helyet kapok-e? Tudod, hát miért lehet, van olyan, ami jó hely. De az első sorban vehetsz plusz 6000 forint. De nem akarok plusz 6000-ért vásárolni. De miért nem? Hát 6000-ért én. Én jártam jól. Sokkal többet kaptam vissza, ilyen kártérítésként, azért, mert 6 órát ültem egy reptéren idén nyáron egy fapadossal, mint amennyi a jegy volt. És én abban a 6 órában a reptéren, Isten ilyen elfogyasztottam, az szintén a repülőtársaságtól kapott fogyasztási kártyával. És ezt is maguktól adták, vagy azért harcolnod kellett? Erre van egy élned. Törvény. Úgy, gondolkodj. Erre van törvény, csak a törvény kell tudni hivatkozni. És egyre több pénzed lesz. Tehát minél többet nézz, annál több pénzed. És így olvasgatok a reptereken. Azt is beperlem. De most mennyit van egyébként? Ez semmit így nem kellett. 4 perc, tovább vártam, beperlem. De nem
nem pereltem magam. Ez picit anyagias, hogy szereti tudni, hogy hány eurót kaptál ezért. Kicsit anyagias. 6 órára. 6 órára, és ez egy Európai Uniós szabály, tehát nekem semmit nem kellett. Nem is gondoltam, hogy van ilyen, ők maguk szóltak, hogy fognak fizetni. Az nem szólnak, nem is tudok. Én most ezt tényleg 250 euró per személy, tehát az a családra 1000 euró volt. Nekem nagy családunk van, 27-en vagyunk. Mondjuk akkor azért Perúban ezzel nem sokra jössz. Perúból, Ekvádorban ezzel nem sokra jössz. Európai Uniós szabály, dögölj meg. Na jó, de itt ugye azt mondtátok, a Steve is azt mondta, hogy de hát 6000 forint, ha nem is 6000-ért, de azért olcsón eljött. Csak azért ne felejtsük azt el, és ezt ti is tudjátok, mert te is rutinos fapados vagy, gondolom, hogy te is az angliai vonatkozás. Rutinos fapados vagy? Csak az. Ezt mondta. Hát nem az evidence Gábor, én sokat jártam Wizzerrel, meg Ryanairrel egyébként ilyen fapadossal, és a feleségemmel ráuntunk, mert a priority, meg az első sort gyakorlatilag 10.000 forinttal több, hogyha KLM-mel megyünk. Így van. Egy átszállással Amsterdamba, és ott van mondjuk 8 óránk, mikor oda megyünk, visszafele 4 óra. És akkor azt városlátogatással annyira jó, annyira kultúrált emberek között ott ülök, na, nem, nézd, nem a vendégmunkások. Egy hiba volt nekem egyszer. Nekem 6 órán van, és még fizetnek is érte. Na jó, de igen, tényleg igen, azért én nem tudom, nekem például 250 eurót nem ér az meg, hogy 6 órát szapassanak egy repülőtéren. Attól függ, hányan mész. Hát 6 órát gyilkosságért nem adnak. És abba gondoljatok bele, hogy nem tudom, 43 féle dologért húznak le. Tehát, hogy ha nem pontosan akkora a csomagod már el, ha nem bukoltad be, ha a pároddal együtt foglaltok, és te együtt akarsz ülni, ó, az nem, egy direkt szétültet a számítógép, plusz pénzt kell azért fizetni, hogy együtt üljél. Tehát valahol tényleg ott jössz ki, hogy egy nemzeti légitársaság, vagy mondjuk egy kultúrált légitársaság, tényleg tízezessel többet fizetsz, és ott aztán minden benne van, amit egyébként a repüléstől megszoktál. Tehát... Jó, de van azért a rendes légitársaságnál is olyan példa, hogy túlsúly. Tehát, hogy persze, de azt tudnod kell. Mi Japánban voltunk, képzeljétek. Nekünk kellett volna fizetni, már visszafele jöttünk. De hogy egy ember túlsúly vagy a csomag? Nem én, hanem a csomag. Japánban játszottuk a Rút kiskacsa című darabot japánul. Bokuba saisho haji metekoroki reina saifu. De te megtanultad japán szöveget? Jiten shanin otta tokiwa urashi katachi bunga. Fusaru nu waka mono ni nata tsumori de imasu. Kokoro no naka de wa jiman shitaru da saike hayo. Ezt kellett mondanom. Osz! Én voltam Kakas bácsi, ez Kakas bácsinak. De gyerekek, ez egy amatőr színjátszó csoport, meghívtak minket Japánba, mind az öten vittük a kis kacsa saját jelmezét, én egy kakas jelmezem, volt egy nadrág. Nem, ez komolyan, hát vittük a jelmezet. Igen, 10 nap után jöttünk haza, és ugye vettük az ajándékokat, 5 üveg, szaké, meg ilyen alkoholos italok, reggel 5-kor a repülőtéren ott állunk, és bemérik a csomagokat, közös csomag súly volt, és túlsúly van. Mindenki kinyitja, na akkor ígyük meg ezt a szakét, most mérd le, még mindig, akkor ígyük meg a viszkit. Tehát olyan 4 órán keresztül jól berúgtunk, megint oda tettük, még túlsúly van, gyerekek, vegyük fel a jelmezeket. Én 5 liter szaké után ott álltam kakasúrba. Igen, a horror sztorik a repülő. Mondjuk, ha nagyjából ezt már látjuk, hogy a csomagjaink, ugye, ha fapadosan megyünk, jó eséllyel nem érkeznek meg, mondjuk 1 hét Majorka, és tudod azt a minimális aktatáska méretű dolgot, amit még kézipogyászként talán felvihetsz, akkor mit pakolsz be? Hát, hogy tutira mennyi, 1 hét Majorka, de nyaralásos szitu. Nem, meleg van. De miért egy idő? Én 3 hét Amerikában is úgy mentem, hogy ekkora izével. Én 2 napra... 4 bugyi, egy póló. Négy bugyi. Ajándék, azt ajándékba vitte. A bugyit ajándékba vitte. Az a nadrág, ami rajtam van, mit kell cserégetni állandóan? 2 bőrönd alatt nem megyek, nem, 2 nap. Büdös voltam, de kényelmes. De Krisztán, azt képzeld el. Figyelj, Krisztán, Gabi fölteszi ezeket, és válaszolni kell. Nem lehet ellenkezni, hogy de én nem annyival megyek. Köszönöm, Steve. Igen, rutinos. Nem, és komolyan, tehát te bőröndel mész, csak a bőröndet ott hagyják. Tehát biztonság kedvéért egy olyan kézi podgyász kell, hogy bekészíts, ami rossz esetben egy hétig eltart téged. Te megoldanád most komolyan egy nő egy ekkora bőröndöt? Nem, hát kellni, készpénzt kell vinni abba a kasszába. Hát ez nem tudom, hogyha csak egy kicsit lehet vinni. Megveszed, azt tudod, meg elszórodott vagyok. Akkor okay, ott nyilván beraknék bugyit, meg egy fürdőruhát, aztán csókolom. Te is bugyit viszel? Én csak bugyit. Hát, hogy veled üzleteljen. Bugyiban utazom. Igen, és akkor utána repülő ülőként, neked milyen bugyit?
És olcsóért eladom. Jó, akkor mondjuk kimész a török barátodhoz, Alihoz. Török barátodhoz. De miért pont török? Mert Isztambulban mész Alihoz. Török, tök mindegy. Jó, megyek Alihoz. Kimész Alihoz, és a repülőgépen az egyik fapados pilóta azt mondja, hogy hát sajnos ez nem lehet fölvinni, ezt a sok cuccot picit ki kell pakolni belőle, jó? Picit ki kell pakolni belőle. Tehát például néhány dolgot ki kell venni, mondjuk pálinka vagy parfüm. Hát pálinkát viszem magammal. A parfümöt megítanyom, hát kit érnek, és bemegyek egy dutifrim és befújom magam. Nagyon jó, várjál, eddig meg vagyok elégedve. Ugye? Nagy vagy. Strandpapucs vagy körömcipő? Strandpapucs egyértelmű. Isztambulban? Hát Ali akar vinni helyekre, érted? Ja, hogy megyünk vacsizni? Strandpapucs. Isztambul közepén fog a piacon állni, trenyába, papucsba berúgva. Szerintem Ali nem akar engem sehova se elvinni egy üveg pálinka után. Milyen egy finom nő, nem? Tehát a Alihoz megy szerelmeskedni, és a pálinkát viszi. De a partra. Nem mondtad, hogy szerelmeskedni, hát azt mondtad, hogy egy barátom. Nem, a barátod, a ja, pasid. Úgy, a barátom. A barátod, jó. De ez akkor egy friss kapcsolat. Pálinka, de nem akkor is viszem a pálinkát. Igen, de akkor magasabb kut vinni. Magasabb kut. Rendben, fogkrém vagy kaszten? Nem mosom fogad. Nagyon rossz íze van. Ha már elkapja, akkor már úgy, akkor legyen kövér. Ja. Nyilván szándékosan nem Ole a norvég barátodat mondtam, mert akkor valószínűleg fokrén, de Ali? Ali van, hogyha bombás van, akkor nem, nincsen semmi, hát nem gondolom. Akkor nem kell magassal, csak a pálinka. Akkor csak a pálinka, jó, az fertőtlen. És összer se kell. Kicsit megspritzkoljuk azt. És összer se kell vinned meg, akkor Ali csinál egy babát neked. Ennyi, Ali baba. Na, beszéljünk egy másik, nem tudom, hogy probléma-e, minden ősszel előkerül a téma, ugye az óra átállításról, nem tudom, hogy ki mit gondol erről, most az Európai Bizottság is foglalkozik vele, felmérték, hogy mit akarnak az emberek. Az emberek 80-90%-a nem akar óra átállítást. Zoli, mindig este kell. Én egyet utálok az óra átállításban, amikor éjszaka vesztünk egy órát, és egyszer csak azt mondják, hogy tudod, és a piálásból elmegy egy órányi idő. De miért akkor ezt egyszer csak azt mondják kettőkor, hogy már 3 óra, anyát! Nincsen 3 óra! Ez az egész óraállítás egy nagy baromság, tényleg most már ki kéne találni, hogy hogy legyen. Most állítsák ide vagy oda, azt hagyják ott. Ez csak egy para. De megvan mögötte a pénz is, azt tudjátok, ugye tényleg ez volt az oka. Mikor kell átállítom, most előre, most vissza, meg mitől, de ezzel kisporol, tehát hogyha egy órát tovább égetem a villanyt a lakásban, azt én fizetem ki. Az egészségkárosító eredménye, ez sokkal többe kerül, ez a legújabb adat, mint amennyit spóroltak ezen az energiát. Nem, amikor átállítod, megsérül az ujjad? Vagy? Egyszerűen az az egy óra, és feleségem pedagógus, és mondja, amikor ilyen átállítás van, hogy a gyerekeken érzik nagyon azt az egy órát. Sokkal szomorúak a gyerekek, nagyon szomorúak. Ez melyik barom mondta? Mérlegelték az energiát, és ezt az alvás problémát, és az alvás problémát. Az embereket ezért fizetnek, hogy ezt mérlegre tegyék. Az a lényeg, hogy minél tovább legyen világos este. Hát akkor az nem ez történik. Most nem sokára át fogják állítani, és pontosan egy órával korábban lesz sötét. Ez a hülyeség. Ezt mondom, hogy igen, csináljunk egy átállítást, ami utána már nem kell átállítani, ez mindig ugyanaz. Ez és a nyárira akarják, és akkor legyen jó világos mindig. Hosszabb az mi volt előbb, a nyári vagy a téli? De a most nyárira gyúrunk. De nem, de hanem hogy eredetileg először? Mi volt? A kettő között volt? Szerintem a téli volt először. Tehát, hogy szerintem meg a nyári. De hogy én ezt nem tudom, hogy télibe éltünk sokáig, hogy már hamar sötét van, és kitalálták legyen nyári, hogy és akkor azt visszatállt, hogy mi az eredet? Én ezt az egész nem értem. Azt kinek kell érvényezni? A 25 órát? 25 órás napot. Ezzel aztán tényleg keresztbe csinálják. De milyen Magyarország... jó is lenne? 24, ez teljesen hülye szám. 25, kerek. Vagy legyen 30. Legyen 30 órás egy nap, és akkor sokkal lassabban öregedünk. Nem lehetne 6, és akkor többet alsz. Tehát előbb van vége, nem akar... te nem akarsz többet aludni. Én szeretnék. Hát az Zoli most is alszom. Én randomszerűen alszom. Na, igen, hát a Zoli holott. Néha hirtelen elfárad, itt is el szokott aludni. Zoli, neked a napszakok úgy nem számítanak, ugye? Nekem ugyan nagyjából semmi nem számít. Tehát, hogy valami éjjel vagy nappal történik, vagy
Teljesen mindegy, hogy mi történik és hogy mikor. Ez a legjobb. De bocsi, azt akartam mondani, hogy azt se érezzük meg, hogy mondjuk Angliában ugye egy óra az időkülönbség Magyarországgal. Tehát átrepülsz Londonba, akkor most hirtelen deprimált leszel és alvázol. Nem, nekem rögtön jetlegem. De London egy óra különbség. De Londonban is ott nyáron például 9:30-kor még ki tudsz ülni világosba. És ez mennyire jó? Komolyan kérdezem, miért kell egyébként mindent, ez most megszokás, vagy van ennek valami értelme? Mindent úgy kezdeni, hogy reggel megyünk dolgozni, reggel visszük a gyereket iskolát, miért nem lehet? Ja, én nem így kezelem. Én akkor megyek dolgozni, mikor akarok. Tehát semmi, a rendszert azt ki kell írtani az életedből, hogyha jót akarsz. De ezt kérdezem, tehát elvileg elképzelhető lenne egy olyan társadalom, amely mitől felébred reggel 9-kor, reggelizik papa, mama együtt. Az én ország, melyik ez? Valamikor délután 3-kor beviszed a gyereket, elmész 4-re dolgozni, este 6-7-8 felé értemész, már csak vacsoráztok, tehát ez teljesen elképzelhetetlen? Dehogy is elképzelhetetlen, ez lenne a normális. Tök jó lenne egy ilyen ország, és akkor a többi országban meg dolgoznának. Veled kispadon balettórán, és még ott ültek rózsaszín tyütyükében. Kispadon ültünk. Csere voltam egy balettcsapatban. Kispadon ültünk a balettórán, csere voltam. Irányító középpályás balettosztam. Legalább ezt ne tagad le, ha már a szülői napi emlékeim. Minden ez melyik, a választ, hogy nem emlékszik. Hogy mondd meg ez, hogy milyen bogyót szedsz te, azt mondtad. Vitted a gyereket balettre. Ez melyik bogyó? Óbudám. Fönt, mész, ilyen, milyen neve van? Balettre? Nem balettre. Valami művészi. Hát majdnem ugyanaz. De rózsaszínt volt, pici aerobik, nem volt, a rózsaszínt őszak, azt már bebogyóztad. De nem, az aerobik az igaz, és ültem, nem kis padon, van egy lelátó, ahol a gyerek edzi, meg ültünk a szülőkes domádatunk. De ott voltál időben, vagy nem voltál ott? Hát, hogyha vinni kell időben a gyereket, akkor ott kell lenni. A gyerekért megteszek mindent, magam és semmit. A Gábornak igaza van, ez egy jó gondolat, mert szerintem minden úgy alakult ki, hogy csináljuk azt, amit akarunk. Csak utána volt egy rendszerető ember a társaságban, és azt mondta, hogy nem figyeljetek, törvényt hozok rá, hogy 8-kor kelljen mindenkor. Igen. És akkor fölkelnek 8-kor, de már 9-kor lefekszenek újra aludni. Akkor Gábor megint törvény, hogy nem, 8-tól 4-ig dolgozzatok. És akkor itt szépen kialakult. Ne megverném ezt a manuszt. Nem, ezt a Gábor. Éppen Gábornak nevezte. Soha életükben nem dolgozták 8-kor 4-ig. Szerintem tök indokolatlan, hogy most miért kell 8-kor benne, és miért kell ott lenni. Tehát, hogy ha meg tudod azt csinálni 3 óra alatt, akkor mit kell ott idétlenkedni 8 órán keresztül? Hát, te már az atipikus foglalkoztatási formák területére tértél most. Pontosan, amit mondasz, én is így gondolom. Tolmács. Ez atipikus vagy atipikus? Pataki Attila, ő is atipikus egy picit. Pataki atipikus. Őről a köztudott, hogy hisz a sok földön kívüliek létezésében, sőt ő találkozott már repülő tárgyal, repülő, vagy nem hát tudom, én is megdobáltam. Én is csak elhajoltam. És tehát, sőt, állítólag szexuális kapcsolata is volt földön kívüli. Jaj! Aj, de jó neki! De ő volt a szenvedő fél, vagy pedig a domináns? Én nem tudom, ő átadta a tudást. Azt sem tudom, hogy a felesége mit szól ez, de most van egy új hír, hogy a felesége is most már hisz az UFO-kban. Meggyőzte. Sőt, látott valamit a feleség, hogy a feleség mit szól ez, őt is meggyőzték-e, hát, milyen volt a... Ez egy UFO. Te szeretted. Ezzel a témával folytatjuk nem sokára a reklám után. Folytatjuk a hashtag bocskort, vendégeim Bomber a Krista, Valkó Eszti, Gangsta Zoli és Hajdús Ti. Abban se akarták hagyni már itt a diskurzust, amikor felvezettem, hogy Pataki Attila földön kívüliek iránti vonzalma, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem, szenvedélye, vagy talán valós benyomása, vagy valótlan benyomása lesz a téma, de azt ugye mindenki tudja róla, hogy jó ideje, hát hangoztatja, hogy hisz a létezésükben, volt személyes találkozás, és ahogy is volt, hogy Miami-ben együtt kávézott földön kívüliekkel. Miami-ban együtt kávézott földön kívüliekkel? Igen. Tőle kiválasztott. Igen. Tehát ezt úgy kell elképzelni, sokkal durvább a helyzet, mint a Men in Black-ben, ezt mondta Pataki Attila. Igen. És... Donald Trump lakik azon a környéken egyébként. Nem tudom. Lehet vele kávézott. Hát... Igen, hát ő UFO. De a lényeg az, hogy ezt tudjuk róla, ugye? És ezt valahova eltesszük valamilyen polcra, ezt az információt Attisról, ugye? Jó.
De azért ne felejtsük el. Annyit csapunk már rá, és ütjük ezzel, hogy és mi van, soha nem gondolkodunk el azon, hogy mi de. Van, hogyha találkozunk. De most komoly, mi van, ha igaza van? Gondolkozom ezen. Mi van, hogyha ha vannak tényleg ilyen kígyó vagy gyík emberek, amiről ő beszél? Igen. Vannak egyébként. Én tegnap találkoztam, elég gyík volt az az ember, igen. akivel találkoztam, hogy tényleg ezt vannak. Ezt mondom, hogy vannak, egyértelmű. Miért? Te is találkoztál őt? Elég sokkal. Kígyó emberre? Azt elhiszem. Hát ja. De ez egy jogos kérdés, amit Steve felvett, hogy miért egyből nézzük hülyének azt, akinek egyébként lehet, hogy egyedül igaza van velünk szemben. Te Zoli, ezek itt hisznek az UFO-kban, nyugtass meg, hogy legalább te nem. Hát én igazából lehet, hogy vannak, de hát most ez olyan nagy dolog. Szerintem sem olyan óriási nagy. Az a furcsa, hogy miért pont a Pataki Attila? Nem, ő hangoztatja, ő mondja, ő nem az, hanem, hogy miért őt választották, értem. Erre most nem adunk választ neked. Jó, viszont, várjatok, hát Pataki Attila ugye nem olyan nagyon rég megnősült újra, és felesége Orsi, hát egy olyan kapcsolatba lépett bele, ahol van egy UFO hívő Attila. De Orsi eddig még nem látott egy UFO-t sem. Most viszont, és ez a hír, ez megtörtént. Idézem Attilát. Hazavitt egyet? Nem. Én is arra gondoltam, Attila, hogy akkor otthon Attila volt következőt mondta. Balatonnál voltunk pár hete. Egyébként, ha akarod, lehetsz te Attila, és te lehetsz Orsi. Jó, és jó. A Balatonnál voltunk pár hete, egyszer csak felnéztem az égre. Pár hetet. Nem kell. Egyszer csak felnéztem az ég. Nem is kell beszélni. Ja, én azt hittem, hogy csugod. Nem, én a narrátor vagyok, és ti vagytok a... Nem el kell játszani. Ő mondja azt, hogy ti eljátszátok. Akkor most melyik legyen? Súgjam? Aha, Orsi. Jó, a Balatonnál... Akkor hagyok nektek pár beszédet, jó? A Balatonnál voltunk pár hete, egyszer csak felnéztem az égre, és tudtam... De ne egyből, nem? Hát a sugás az... Az én szövegemet akarod mondani? Ezt már én mondom. A Balatonnál voltunk pár hete. De én velem voltam. Tudom. De nem hiszem el, hogy tudom. Egyszer csak felnéztem az égre. És tudtam, hogy ott vannak. És tudtam, hogy ott vannak. Tényleg? De várj. Éreztem, hogy közel vannak. Éreztem, hogy közel. Azonnal szóltam Orsinak. Azonnal szóltam Orsinak. Nem, hogy nekem. Neked szólt. Ez a narráció, Steve, ez nem a te szöveg. Tudom. Steve, ezt igen. Nem ért. Nem, mondjam, most már Steve nyomja a saját stílusában. Most már nyomja a saját stílusában. Változtasd el a hangot, bocsáss akkor súgsz. Na, de szép, bocsáss meg. Súgjál. Figyelek. De most már és egy izzó fényes pont felé mutattam az égen. És egy izzó fényes pont felé... Látod csillagom? Mutattam az ég. Látod csillagom? Látod csillagom? Ez egy idegen objektum. Ez egy idegen objektum. Tudom, valamit? Tudom, nem mondta semmit. Nem, hát de hagyom, hogy csodálkozzon. Tudom, hogy földön kívüliek voltak. Tudom, hogy földön kívüliek voltak. Én meg tudom különböztetni egymástól. Az emberi és az idegen az gépeket. Figyelj. Én is. Emberi. Úgyhogy. Most mutatok valamit. Ne! Gyíkember vagyok! Ha most megengeditek, akkor az Esztivel itt most tojást raknánk, hogyha lehet. Na most szerintetek, ugye Orsi így lépett bele ebbe a kapcsolatba, igen. és most a Balatonon láttak egy fényt, látod Orsi? Orsi azt mondta, most már látom. Oké. Okay. Szerinted Orsi ráhagyja? Vagy... Hát most, ahogy ezt így elmondtad, persze most már látom. Ez úgy tűnik, mintha ráhagy. Aha, látom, veszünk egy vattacukrot. Persze, hogy látom, Atti, csak nyugodj meg, attól megnyugszol. De nem voltatok még olyan szerelmesek, amikor azt mondta nektek a szerelmetek, hogy te figyelj, úgy szeretlek, hogy elhordom neked az egész Gellért hegyet. Igen. Ugye, és akkor de édes, elhord. Tehát, hogy ez csak a te szerelem... Te elvártad volna, hogy el is hordja? Nem, de a szerelme nagyságát fejezi ki ezzel. Hogy az, hogy hisz az UFO. Igen. Az, hogy látott egy fész. Annyira szeretlek, hogy én... Plusz, hogy mennyire nemes lélek. Igen. Tehát nem azt mondja, hogy menjél már te a hülyeséged, de hanem azt mondja, hogy igen. Milyen az érték ennek a mondatnak, hogy a kedvedért még az UFO-kban is hiszek. Szerintem az a legnagyobb szerelmi vallomás. Ez egy totális lenéző mondat, de nem ezt mondta Orsi. Orsi most már hisz. Nem, azt mondta, hogy látom. Azt mondta, ja, látom.
Megyünk. Megyünk egy sört iszunk? Sörhek. Látom. Igen, látos veszünk, kapom. Jó. Én a szerelemben hiszek mégis. Hogy na, mond... viszont ha te a szerelemben hiszel, vagy ezt te is hiszel. Én a szerelemben. Én is, abszolút. Te is akkor a te férjed ugye bunkert akar építeni. Igen, ő nagy bunkeres. Ő hisz benne. Ő hisz, hisz a bunkerben? Tehát abban lehet hisz, hogy meg kell építeni a bunkert. Ki, mitől fél a te férjed? Nem félő semmitől, csak abban hisz, hogy ez fontos. De ez egy bizonyos alkoholmennyiség után jön elő, hogy megépíti a bunkert. Tehát és te általában nem ennyire ez a kérdés, igen. Tehát... Hiszel már a bunkerekben? Nem szeretnék bunkert építeni, de neki vannak tervei. Neki vannak tervei, nyilván fél zombiktól, világvégétől, atomháborútól. Hát gondolom. Mitől fél? Nem beszélgettetek erről? Szerintem attól, hogyha mit tudom, esetleg valamilyen atomtámadás jön, akkor, hogy legyen hova elbújni, már mondta, hogy miből, milyen élelmiszerből mennyit kell vásárolni. És te hallandó vagy a férjeddel együtt rettegni a hétköznapokban? Nem, inkább bevásárol. Nem újjól, veszek egy pár csillagot. Ő most már Eszter. Ő most már Eszter. A férjem szeretne egy bunkert építeni. Ez már a Franco? Ez időről előjön neki. Előjön. Nem jobb a pataki, a UFO? Nem, UFO nem lát. De ez nem veszélyes. A bunker építés? Néha előjön. Na figyelj, de miért nem építi meg akkor, hogyha ez neki egy vágya? Ez egy jó kérdés. Nincs rá pénze, szegény. Majd, nem tudom. Majd ha UFO-t látott, utána kezdi. De te ezt ráhagyod, jó van, Petikém, építs bunkert, vagy hiszel benne, hogy igen, mi ki vagyunk téve különböző veszélyeknek, Peti, csináljunk bunkert. Tehát melyik hiszen. Feleség vagy? Dehogy Orsi nem. Vagy, vagy Eszti nem vagy? Nem vagyok Orsi, Eszti vagyok. De hogy tudsz úgy aludni, hogy nincs kész a bunker? Jó, ez most, most nagyon fog utálni, de hát, hogy ez egyszer... Igen, mert ezt most mondtad, hogy nem ötten dumáljuk. Igen. Nem, egyszer-kétszer volt egy ilyen alkalom, mikor nagyon, nagyon jó, nagyon pihent volt, és akkor így mondta, hogy ez milyen klassz ötlet lenne építeni egy bunkert Nyíregyházán alapvetően. Te nem tudod, mert... hogy egy atom ilyen hullám, hogy terjed? Hát nincs hegy. Ennyi. Hát ott kell megépíteni az Alföldön. Az a viharsarok. Tudod, ott kell megépíteni. Hát viharsarok, az nem Békés Csaba? Nem tudom, de ott Nyíregyházán lesz a jövő. Nyíregyháza a viharsarok. Az új viharsarok. Ja, értem. Viszont ez egy tök jó szülinapi ajándék lenne legközelebb, meglepetésnek. Uh-huh. Megcsinálom. Nyilván elkezdek bunkert építeni neki. De úgy, hogy a bunkerben legyen benne a Kriszta meg a Zoli, mert ők járnak szülinapra. Szülinapi vendégek lenni. Ti leszek a bunker vendégek. Egyébként ti, hogyha valamilyen megmagyarázhatatlan dolgot észleltek, akkor ti inkább a racionális típusok vagytok, akik azt mondják, hogy jó, bár nincs erre magyarázat, de majd lesz, vagy akkor elkezdtek már hinni ebbe a szellem, vagy UFO világ. Én melyik, hiszem. Igen? Én azt gondolom, hogy néha felfedezek ilyen, hogy hívják, ilyen csillagkaput. De jó. Mert hogy átlépek egy csillagkapun, és olyanok történnek velem, hogy... Mi történik ott? Persze! Mert abban van a kulcs! Ez már a harmadik kis abban van a kulcs, hogy szerintem van ilyen csillagkapu, és egyre akkor... Egyre fényesebb a csillagkapu. Akkor azon átlépsz, és akkor egy másik dimenzió van. Ez nem a Hortobágyi múltad miatt van? Tehát azért nem, annál nagyobb lapos terület nincs, érted meg, basz... nagy égbolt. Igen. Tehát, hogy... Lehet, hogy onnan jön. Ott volt valami jelenés? Hát ott aztán, ha valami történik, ott látod meg. Igen, de nem volt. Ott nem volt, ott a Tiszaparton van egyébként nagykörű környékén egy csillagkapu. Komolyan. Esküszöm. Én nem látom a csillagkaput, csak de, te? De, te is látod. De ezt hogy lehet látni? Hát, hogy oda mégy és megnézed. Hogy megnézed a szemeddel. Ennyi. Azon át lehet menni? Hát te nem tudsz átmenni, mert kicsit messzebb van. Én se tudok átmenni, de nézem, ahogy a fényemberek... Te csak nézed? Nem nézem, még egyszer, milyen emberek? A fényemberek fentről a töltésre mennek le, és utána mennek. Igen, a Tiszánál van egy töltés. Komolyan. És utána jönnek a fényemberek? A fényemberek lejönnek, és akkor ott egy csillagkapun átmennek. Igen, és ezt te végignézed, vagy dumcsizol velük? Nem, én csak nézem távolról, és Gyurival dumcsizok, aki kivitt oda a gumicsizmába, hogy nézd meg, láttam már ilyet. De figyelj, bocsika! Ne b***szál már föl, ilyen nincsen! Akkor adjál még pálinkát! És egyre jobban látni! De róla kéne adást csinálnod, ugye? Igen. Hogy a rutinosok át tudnak menni a csillagkapun? Ezt nem tudom, az messze van. Tehát ne úgy képzeld el, hogy... Aki már rutinos, az így át kell a csillagkapun? A fényemberek. A fényemberek. Nem figyelsz. Nem figyelek, nem úgy van, hogy itt van a csillagkapu, azt te távolról látod.
És akkor hogy jutok oda el? Hát, na, még nem tudom, de ja. Hogyha eljutok oda, elmondom. De nem lehet busszal, motorral. Nem, nincs oda, BKV nem jár. Felröppentettél valami. Bocsánat, és de felizgattál egyébként bennünket. Kis pici, hogy mondjam, részletekbe. Csak egy igen, belebegtetted. Kis mézes marca volt, hogy belógattam. Elég legyen ennyi, majd legközelebb. Zoli, hogyha például neked esetleg valamikor a tudatod egy picit talán módosult, akkor... Soha se volt. Történtek olyan dolgok, vagy láttál olyan dolgokat, amiről nem szeretnél beszélni? Tessék? A fényemberek kutya... Én mondjuk, hát kérdezted, hogy racionálisak vagyunk. Hát én a racionálistól olyan messze vagyok, azt tudod, mint Nyíregyháza a viharsaroktól. Mi a bajod ezzel? Semmi, csak az, hogy nem az, de hát nem. De hát az is egy sarok. Az egy sarok, persze, oda meg egy sarok. Hát de ott is vihar van. Hát akkor mi? Viharsarok. Persze. Látod, mi kacagsz is. Visszatérve Orsira, Atira, Esztire és a Bunker Petire, illetve a Bunker Peti. Bunker Peti és UFO Ati. És Fényember Pisti. Ha ti párotok elkezdene furcsa dolgokban hinni, és az életeteket így átrendezni, tehát mit tudom én, csak ilyen álomfogó alatt lehetne aludni. Akkor csökkentem az adagját. Mint átteszi a, nem tudom, fürdőszobába a francia ágyat, mert olyan feng shui az új. Tehát tud-e olyan lenni, amire azt mondod, na ezt már nem. Holnaptól fél adag. Bocsi, az én férjem filozófus. Ami mit jelent most ebben hát, az esetben? Hogy kellett, hogy többet mondanom. Rendesen. Hát attól, hogy milyen filozófiát űz éppen. Tehát, én nem annyira értem. De fizetett filozófus? Képzeld, ebből él konkrétan. Ezeket mindig irigyeltem, hogy ilyen óriás kammanusokat, hogy kanmanus. Nem kan, kam. Ja, olyan, hogy kan. Kanmanus. Az, hogy mi nem mondod rosszul. Az se rossz. De az egy másik kultúrkör. De kérlek, hogy neki vannak gondolatai, amelyeket eddig nem fogalmazott meg senki, és ezért adnak neki pénzt? Összefoglaltad a lényeget, igen. Azt a mocskot rohadt életben. De jó! Na, még egy kérdés. Akkor még van reményünk. Még egy kérdés, hogy erre lehet előleget fölvenni? Ja. Ő azt mondta, hogy lesznek gondolatai. Vagy, hogy így... Mert amatőrnek így lehet, kell profinak előleg. Igen. Én azt kértem NASZ ajándékba, hogy mondja meg egyszer valamikor a közös életünk során az élet értelmét, de még nem történt meg, de becsületére legyen mondani, hogy nem is ígértem meg. Hagyjad mászt a vizet. De ő tudja és titkolja? Azt hiszem nem tudja. De ezt fogalma, nem meri bevallani. Fogalma nincs. Hát egy filozófusról beszélünk. Azért fogalma hát nincs. Hát azért, persze. Az mert nem találkozott még a fényemberekkel, de akkor hát hadd kérjem el a névjegykártyádat utána. Nagykörös. Egy brit házaspár, egy idősebb brit házaspár úgy döntött, hogy egyszerűen fiúk halála után nagyszülőké szeretnének mégis válni. De hogy? Elmondom, motorbalesetben hunyt el a fiú, és lefagyasztott spermájának segítségével vérszerinti unokát csináltak. Effektíve csináltak, méghozzá egy amerikai laboratóriumban, az Egyesült Királyság törvénye ezt tiltják, de az Egyesült Államokban ez lehet. Na most a sajtóban csak úgy titulálják őket, hogy tehetős házaspár, tehát ez... Baszak a tehetőség, igen, a gazdagság. Igen, de hogy nem, a nevüket nem akarják, mert nem tehet bármit. Tehát hogy illegális ez a dolog, amit csináltak. Na most az egész... De várjál, azt mondtad, az Egyesült Államokban nem az. Hát elmentek Amerikába, ott, nem az, ott tehát... kerestek valakit. Így van. Na most ehhez kellett még egy peteset, és női donorok között elkezdtek válogatni méghozzá úgy, hogy akivel a fiúk nagy valószínűséggel összeházasodott volna. Tehát ex-barátnők hasonmásait keresték, és akkor onnan egy katalógusból végül találtak egy olyat, és megszületett a gyerek. Ne. De megvan az unoka. Picit betegnek tűnik. Csak vékonyan. Igen, na most még több évet az Egyesült Államokban kellett tölteniük azért, hogy arra vártak, hogy őket nevezzék meg majd a gyerek szüleinek. Aha, tehát ugye a nagyszülő, véranya, a nagyszülő. Tehát ugye halott motoros. Lefagyasztják a spermát. Szép amerikai petesejt. Hát most egy gyors, vagy még... Nem, halott a szülőket, hallottad? Halott motoros, szép amerikai petesejt. Ezek a szülők. Így van, és abból... De hogy a spermát, azt honnan nyerti? Nem. Vissza a gyík embereket? Nem, mert most igaza van az Esztinek, ezt nézzük meg, hogy ezt magyar körülmények között hogy tudnánk megcsinálni. Jó, tehát elesek a motorra, jó? Jó. Elestem a motorra. Ott a halott motoros, szép magyar petesejt. Ott van. Hol az
bunker? Hol az a bunker? Kérem a bunkeret. Mert hogyha megvan, akkor maradj ott, ezt akartam mondani. Nem, tényleg, hát képzeljük el, meghal fiad János. Hát ez borzasztó. Borzasztó, borzasztó. Eleve, hogy nincs János nevű fiad. Így van. Hát és, így meg, még fáj. És te eldöntöd ezt a dolgot, és mit annyit tudsz, hogy a János bevitték a János. Mi János korában? A János korában. Basszus. Na de várjál, de te úgy gondolod, hogy még friss a sztori, tehát neked kell a spermáj. Györgyre, végre leereszkedtünk a szintemre. Tehát a lényeg az, hogy megérkez a János... Akkor. Nem, halott. Ezt mondom, halott. Ja. Tehát te szeretnéd illegálisan, a fiadnak megszerezni a spermáját, aki halottan fekszik a János kórház hűtőkamrájában. Klasszki sztori. Na. Hát ők ezt csinálták. Vidám. Nem már. De! És ezt csinálták. Nem már. Tehát, na, tehát te elmész a János kórházba és keresed a patológiát. Este 9 óra van. Donor volt a fiú. Donor volt a fiú. Elment 18 évesen, kellett egy kis zsebpénz. Nem. Biztos, nem, 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 nem volt donor. 100%. Hát ez lehet. Ez kinyerték a spermát, ennyi történt. Így van. És hogy jutottak be patológiába? Ezt akarom kérdezni, hogy te a patológushoz, amikor aki este 9-kor már nyilván iszik, és já... Hát a hozzállásban szerintem már reggel 9-kor. János még a bőrszelkójában ott van a hűtőben. Alig bírja a rögést. Anyuka előre lopakodik. Nem, ezt akarom kérdezni, hogy ezt előadja a szívszorító sztorit a patológusnak, hogy most mi történt. János sajnos, miközben de te... a papa bemegy a gyerekhez. Már le van fagyasztva. Ezt így döntened kell, tehát meghatod a patológust, vagy egy kötek 20 000-est benyomsz a fehér köpen zsebébe, hogy 10 perc múlva hozza ki neked a kis tégelyedbe, amit hoztál. De hogy csinál, mit csinál? Tudál lefizetni, mert fogalmam nem lenne arról, hogy hogyan... Hát ez nem kell megnézned, tehát itt válsz. És mi van, hogyha a patológus átver, hogy ő megcsinálja? Ez a sztori kamu, bocsi. Nem kamu, ez a sztori igaz. Ez biztos, igaz. Hogy igaz. Ez abszolút igaz. A motorban esetik biztos. Utána már... Na jó. Nem. Jó, akkor tegyük fel, megkapod. Igen. De folytathatod te is, Kriszta. Megkapod. Hazaviszed a tégelyt. Hova teszed? Mert ugye még kell keresned petesejtet és egy amerikai labor. Nem, hát azt elküldöd DHL-el Amerikába. Na jó, de addig... Én értem, ezt így beteszed a harudacskák közé. Nem vitték haza, jó. Nem rakták akkor, be a akkor hagylak ezzel, de látom, hogy Kriszta menni akar, de... Nem igaz. De imádja azt. Jó, nézi magát? Jó, aha. Tegyük fel, megkeres téged egy anyuka. Igen. A fiatal kori szerelmed János anyukája. Aki meghalt motorban. Eddig olyan szép. És azt mondja neked, azt mondja, hogy megvennéd a motor? Nem, azt mondja, hogy Eszti. Nem nagyon roncsolódott. Kicsit így kis van. Kis valaki 8-as az első kerékbe. Borzalom. Te ugye félnél vagy, boldog házasságban. Nem hiszem, hogy ufók vagy. Könnyezzek, ne arra. Tehát, hogy boldog házasságban élsz Petivel, de oda jön hozzád ez az anyuka, és azt mondja, hogy emlékszel Jánosra fiatalkor, és igen, emlékszem, hogy megszereztem most. De akkor így bevállalnál? Nem, hogy igen, hogy kéne tőled petesejt ezt is. De hogy adnál? Persze. De mit hallhatott az anya rólad, hogy te jól bánsz? A petesejteket? Hát tehát nem, adnál? Figyelj, hogyha ez egy ilyen régi, meg így ilyen van, tehát tiszteletből. Tiszta szerelem lenne, és ez az anyukának fontos lenne, én biztos, hogy adnék. Most hogy szerzed meg? Mit, a petesejtemet? Uh-huh. Tehát jóban vagy a női lesz oda, ezt megcsinálja? Persze, hát leszivatjuk. Leszivatjuk? Ott van a porszívó. Hát vannak erre módszerek ma a gyerekek. Hát a lobbik az hogy történik? Hát az is úgy történik, hogy leszivják a petesejtemet. Honnan az anyám ott? Mit tudom én? Gondoltam, egy olvasott ember vagy. Mi vagyok, laboráns? Még... Jó, most megvan ugye János és megvan Esztié. Ez nagyon beugott a Gábornak. Nagyon tetszik a sztori azért. Igen. De egyébként jó. Kell egy béranya. Az a Kriszta. Én vállalom. Vállalnál béranyaságot komolyan? Egy nagyon jó barátnak. Nagyon jó barátot. Vagy nagyon jó pénzért. Inkább jó barátnak. Tudom, hogy tilos. Te nagy lúzer vagy. Nem. De miért nem? Szerintem az akinek. És ezt tudnád érzelmileg kezelni, hogy tudod, hogy kinek,
teljes szívből, szeretetből teszed, abszolút. Mégiscsak 9 hónap terhesség, szülés, stb. Ő hordta neki a kis robotot. Ez volt a sztori, igen. Most jöttem rá, hogy a bérány. Az én mert most összekevertük. Mert az Zoli eddig csak a minimál béranyát ismert. Leütettük Krisztába. Nem értettem, miért vagy így kibukva, de akkor csak azért, mert megint nem értettem. Igen. Nem megint nem értettem, de... csak nem realizáltam. Oké, okay. De most már megvan. Most már teljesen tisztában. Ez miért érdekes, hogy Krisztina asszony a vállalat. Nektek van a baráti vagy ismertségi körötökben olyan nő, barátnő, bárki, aki szerintetek nektek vállalna a béranyaságot? Akkor is, ha illegális. Van? A Kriszta. Most mondtam. Nem? Igen, van. Te leszel a nemzet anyja. A nemzet béranyja. Ezt inek nektek? Nincsen. Nincs senki? Nem aki vállalnád, Zoli? Biztos tudnék valakit rá kényszeríteni. Nem várnám el egyébként igazából, tehát nem jutott ilyen gondolat mondjuk az eszembe, de... Amikor utoljára erről beszélgettem bárkivel. Kinek a gyerekét akarnak kiordatni kivel? Tehát, hogy most ki legyen az a szerencsés, akinek mondom, hogy léci. De nincs ez a kapcsolat. Jó, ez egy tök érdekes történet volt, és hívjétek el, hogy igaz. Közben tudod, hányan elkapcsoltak most innen? De most akkor hívjuk őket vissza, mert jön Hajdú Peti a frisbivel. Igen, fantasztikus. De hát nyári ismétlés, de abból még jön. Ez egy ilyen bérhajdú Peti. A nemzet béranyja, ezt tetszett a legjobban. Köszönjük szépen. Köszönöm a vendégeinek, Bomber a Krisztának. Valkó Esztinek, Gangsta Zolinak és Hajdú Steve-nek. Kérem, tényleg szóljanak a szomszédnak, kapcsolják vissza vége ennek a motoros furcsa történetek, és most abszolút PC műsor jön Hajdú Peti valóban a frisbivel. Mi egy hét múlva jön vissza a hashtag bocsorral. Viszontlátásra!